Japánról még néhány szót szeretnék szólni. Azért is fontos ez, mert olyanoktól a Geikoku című előadásomban ezekről beszélni, meg fogom említeni. Ugye ismerjük földrajzi tanulmányainkból az ország elhelyezkedését, szigetvilágát, lehet olvasni, hogy ez a öt fősziget, illetve szigetcsoport a meghatározó. Pontosan már nem ennyi szigete van, nem 6852, hanem ugye mínuszba és pluszba is változik ez. Elválaszthatatlan. Ebből a fűszágból fog leválasztódni az az ágacska, amiből keletkezik a gésa élet. Ugyanúgy későbbiekben Edóban, Edót említettem, a mai Tokió elődvárosa, az ottani folyó nevéről nevezték el. Ugye az egy teljesen kérlei terület volt, a Shogun építette be, ő tette erőssé, ő szilárdította meg ott a politikai rendszert, nem mindig megfelelő eszközökkel. Viszont ebből a szempontból fakadólag ő is megcsinálta azt, amit elődje korábban Kyotóban. A Yoshiwarát felépítette, ugyanúgy az ottani palotától nem messze egy vigami negyedet, egy központot hozott létre. Majd elmondom, hogy miért fontos ez. Ezt korábban is megfigyelhető, hogy ezeket a vigami negyedeket mindig egy nagy szentély mögé, mellé, köré építették. Azért,